hiszünk a véletlenekben, akkor mondhatnánk azt, hogy mai vendégem karrierje annak köszönhető. Bár gyermekkora óta tudta, hogy zenélni szeretne, több sikertelen zeneiskolai felvételi után egyszer csak megjelent nála a Quimby akkori szaxofonosa, hogy éppen billentyűst keresnek. Innen már egyenes volt az út először az underground színpadokra, aztán meg sem állt a fesztiválok nagy színpadáig. Háromszor jelentkezett a zeneművészeti főiskolára, de nem vették fel. Ám egy zeneórának köszönheti találkozását Szén Molnár Tamással, aki elhívta a Quimby zenekarba. Begyulladt szemekkel, reszked a fél homály, hát szeres, hogy eresd el. 1994-ben csatlakozott a bandához, akikkel először underground közegben zenéltek, majd az ország egyik legnépszerűbb zenekarává nőtték ki magukat. Kidurvazulják a fákon a kabócák, hogy láss csodák, láss az elcsodák. A Quimbyvel párhuzamosan egyengeti a mai napig szóló karrierjét. 2000 óta számos nagy és kis lemeze jelent meg. Köszönöm, hogy tetszik az itteni lét. A magas és mély vendége Balanyi Szilárd. Szilárd, aki ismert téged, vagy dolgozott már veled, azt tudja, hogy egy nagyon pontos, precíz ember vagy, határozott elképzelésekkel. Ez a tervezős attitűd, ez a magánéletben is jellemző rád? Hát a magánéletben is jellemző rám, bár be kell, hogy valljam, hogy a magánéletben azért egyen megengedőbb vagyok magammal kapcsolatban, mint bármi mással kapcsolatban. Ott néha elfelejtek ezt-azt, behagyunk az oviban valami játékot, vagy elfelejtem elhozni az ágyneműt, akkor vissza kell menni. Ilyenek vannak, vagy gyümölcsöt elfelejtek vinni, mindig megvan, hogy melyik nap kiviszi a gyümölcsöt, melyik szülő. Valami miatt, ami a úgynevezett munkához kapcsolódik, az nekem olyan, mintha lenne egy ilyen külön naptár, ami sértetetlen, vagy meghekkelhetetlen. Tehát az mindig ott van. Tudom, hogy mikor, melyik hangot kell bejátszani, de a hétköznapi dolgokban nagyon nagy furcsaságokat is képes vagyok elkövetni, de csak ilyen vicces bakik ezek. Említetted, mielőtt elkezdtük a felvételt, hogy már két napja kitaláltad, hogy milyen ruhában leszel, milyen outfitben, meg hogy nekem is illik az oknim a cipőmhöz, tehát azért figyelsz az ilyen részletekre is. Én figyelek, is. Igen, az is feltűnt, hogy általában te szeretsz, vagy legalábbis igyekszel az adott vendéghez idomulni öltözékben, vagy legalábbis ezt tükrözni, és kiderült, hogy igazam van, és ennek örülök, hogy nem hülyeséget vettem észre. A másrészt persze, de ez nem megerőltető, egyszerűen így van bedrótozva az agyam, hogy én tegnap előtt már kitaláltam, hogy ma miben leszek. Szeretem a ruhákat, be kell valami, lássuk be, most ez kár tagadni, szeretem az öltözködést. De hát ez nem egy kellemetlen dolog. Nem, egyáltalán nem. Miért ne szerethetné egy férfi is a ruhákat és az öltözködést? Van, akinek egyáltalán nem fontos, azt is el tudom fogadni. A rendet is szereted. A rendet is szeretem, igen. Igen, szeretem a tisztaságot, a rendet, az asztalomon, amikor most, hogy a lemezhez, vagy a lemezre készültem, borzasztó nagy káosz, de azt átlátom. És éppen tegnap raktam rendet az asztalon, mert most már ott tart a dolog, hogy most már nem kell annyi minden, most már kidobáltam a felesleges feszniket, amik már nem aktuálisak, most már csak azok vannak ott szép rendezetten, amik az elkövetkezendő dolgok, amik meg már sokkal kevesebb és egyszerűbb, mint ami eddig volt. És egyszer volt valami sztori, hogy meghecceltek téged a zenésztársaid, hogy egy képet elforgattak a falon, hogy egy kicsit csálénáljon, hát ha kiszúrod. Igen, az nem egyszer volt, az rendszeres volt, mert amikor turnéztunk a Quimbyvel, akkor általában a Dávid, aki nagyon régóta velünk van, és sofőrködik, meg pakolja a cuccunkat, meg mindent is csinál. Szóval ő szórakozott azzal, hogy voltunk valami szálláson, és kiszúrt magának egy-két képet, és ezt csak egy kicsit elforgatta, és nem szólt senkinek, de másnak sem. Illetve lehet, hogy egy-két embernek igen. Mindenesetre megvárta azt, amíg én kiszúrom és megigazítom, és ez mindig bekövetkezett. Mindig kiszúrtam, mindig beigazítottam. Megint elforgatta, és aztán mire leesett, hogy ez miattam van ez az egész, akkor nagyon jót derültek a többiek. És idő után már tudtad, hogy fú, ezt most valószínűleg azért van itt ez a káosz, mert hogy igen, volt igazítsd meg. Igen. Szépen lassan elnyújtózik a kényelem, pihenjen hát, ki merre lát. Kongó fejekben pereg halovány életünk, kietlen lett. Kedves kis világ, fölvéd a földet, nem adom, csak kéred, fölvéd a földet. Fölvéd a földet, nem adom, csak kéred, meg
csendes megszokás. Ezt a felvezetőben említettem rólad, hogy már egész kiskorod óta a zenei pályára készültél, de ez nem volt teljesen zökkenőmentes, mert hogy a Zeneművészeti Egyetemre felvételiztél, és nem sikerült bejutni. Oda többször is felvételiztem, és végül egyszer sem sikerült. Mindig az első fordulón jutottam túl, azt mindig ötösre megcsináltam, az ilyen hallás utáni írás, nyilván akit ez érdekel, az tudja, hogy miről beszélek, kottázni kellett, négyes hangzatok, fordítások, stb. Az ment. Maga a tárgyi zongora tudásom volt kevés, és egyébként teljesen igazuk volt azoknak, akik nem vettek föl, mert hogy tényleg ott olyan zongoristákkal kerültem össze, akik gyakorlatilag világszínvonalon zongoráztak. Tehát én akkor nem is értettem, hogy én mit keresek itt, csak akkor nem volt más ötletem, hogy hát zene, oké, akkor zeneművészeti jazz tanszak, de esélyem nem volt. És egyébként a mai napig tartom egy csomó olyan zongoristával a kapcsolatot, akikkel ott ismerkedtem meg. Nekem egy más utam volt a zene felé. Aztán pedig sorsszerű volt, ahogy bekerültél a Queen-be, ugye ez 1994-ben történt. Igen, mert hogy én ugye mindeközben jártam a zeneművészeti előkészítőjébe, kvázi, egy olyan iskolából azok a tanárok tanítottak, akik a főiskolán, és Molnár Tamás volt az, aki benyitott a terembe, ahol éppen én voltam. Ez egy teljesen véletlen volt, és kérdezte ifjabb Rátanyi Robertet, mert hogy ő volt a tanárom, akit egyébként üdvözlök innen most, és kiderült, hogy a figyelemmel követi a pályámat. Nem olyan rég összefutottam vele, zárja bezár. Na, a lényeg az, hogy benyitott a Molnár Tomi, és elmondta, hogy mi a szitu, van egy zenekar, éppen indulnak majd nyáron turnézni, most váltak meg a gitárostól, aki a Tibi bátyja volt egyébként, ez később derült ki nekem, és hogy zongorisát keresnek a zenekarba. És így rám néztek, hogy neked van kedved? Hát, mit tudom én, persze, nézzük meg. De annyira más volt az a zene, akkor egy kazettája volt a zenekarnak, a Sip of Story, hogy én teljesen más zenéket hallgattam. És igazából úgy vágtam bele, inkább hogy... Inkább jazz volt a világon? Hát, de még csak az sem, inkább a pop. Na, akkor még nagyon szűk palettán mozogtam én így zenehallgatás terén. Ez most már sokkal-sokkal tágabb. A lényeg az, hogy mint ég és föld. Tehát olyan volt a kettő. De belevágtam, mert úgy voltam vele, hogy végül is mit veszthetek. Aztán a többit meg már tudod. Kiállok, komálom, imádom, megszállom, megbabonázom, ha megbabonáztatom magam, a magam adom, megadom, neki megadom magam, 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 neki megadom. Tűnsz annak a tipikus exhibicionista embernek, de te hogyan élted meg a Queen-nek a nagy sikereit, vagy amikor tényleg hosszú ideig csúcson volt a zenekar? Hát nem tudom, biztos, hogy voltak olyan pillanatok, amikor az ember elhitte, és én is elhittem magamról, hogy én mindenható vagyok és mindent tudok. De azért ezek szerintem múló pillanatok voltak, én úgy érzem így visszatekintve. Nekünk végig kellett nyálazni minden lépcsőfokot, szépen lassan, de mindent. Hát mi 10-20 ember előtt kezdtük. Amikor én bekerültem a zenekarba, akkor az első koncertem az Pécsett zajlott, és úgy voltak azt hiszem 25-en, hogy ott volt egy osztály az én gimnáziumomból, mert éppen osztálykirándulásom voltak. Ők voltak a közönség. Hát nagy részt. És ez szépen évek alatt kinőtte magát. És ezért aztán nem volt egy olyan pillanat, amikor így fejbe csapott volna hirtelen nagyon nagy siker, hanem mi azért megdolgoztunk. És persze nagyon jó érzés volt kiállni akár az aréna színpadára is, vagy bármelyik fesztivál nagy színpadára, de valahogy nem hagyta az élet, hogy mi elfelejtsük, hogy honnan jöttünk. Ki az, aki hinni akar?
voltatok felkészülve arra, hogy eljön ez az idő, hogy egy picit le kell majd állni? Hát ilyenkor kicsit újra kell olajozni ezt a gépezetet, meg nekünk egy kicsit újra kell barátkozni, újra összejönni. Olyan ez, mint egy házasság. Ott is dolgozni kell azon, hogy működjön a dolog. Ha nem figyelsz oda másikra, és mindenki csak a saját álmát kergeti, akkor ez egy előbb-utóbb szétesik, hogy ez nálunk is megtörtént. Úgy vagyunk vele, hogy túléltünk már annyi mindent, szerintem ezt is túl tudjuk élni. Most ez éppen történik is, hogy mi beszélgetünk viszonylag gyakran. Nem napi szinten, de mondjuk hetente, két hetente van, vagy online, attól függ, hogy van-e beteg köztünk, vagy nincs, vagy pedig személyesen tudunk találkozni. És hát igazából beszélgetünk, és ami nekünk most nagyon fontos az, hogy sokat beszélgessünk. Szerintem csak akarni kell, és ha akarod, akkor azért túl lehet élni. Szerintem azért sok minden megoldható a beszélgetéssel, gondolkodással, a tettekkel, a szeretettel, de most már nagyon ilyen pátoszosan gondolkodom, vagy gondolatokat mondok el, de hogy szerintem azért sok mindenen tud segíteni a közösség egy irányba tartó gondolkodása. Ez itt a szomszéd vagyok, rémálmai más. Úgy kell lesz, mint a kutyáknak a maradék, jó! A szalons vízbe, és a fejünk fel rögött a hol. Van úgy, hogy az Úr is lett a földre egy ám, de most mint ölpött szekeret burigatja a szél. Én nem tudom, hogy hány csillag van az égen, nem tudom, hogy mennyi lenne jó. Egy kisfajommal ketten kéz a kézben, csak futolváztunk el, vigyázz balra, léthajó! Kocska ringós lejtő, macska kövei vinyognak felé. Zárva van már minden búfa lejtő, és egy kollus apró dobelé. Mert a karjánkban összetört egy állat, szilánkjaim szögdése a fény. Én nem tudom, hogy hány csillag van az égen. Hogy van most Tibi? Jobban. Szerintem jobban van, és akar is jobban lenni, és a legfontosabb, hogy ő akarja jobban lenni. És szerintem van annyira erős, és eltökélt, hogy jobban lesz. És egyébként már sokkal-sokkal jobban van. Milyen volt először találkozni vele? Nagyon furcsa volt, mert olyan, mint hogy előző nap találkoztunk volna. Tehát amikor nálunk volt az első ilyen találkozó, előtte telefonon már így beszélgettünk egy párszor, de az első közös személyes találkozó az nálunk volt a lakásunkban. És így benyitott, és röhögtünk is, mondtam is, és srácok, ez pont olyan, mint a tegnap szálltunk volna ki a buszból, mintha nem is lett volna ez az eltelt, nem is tudom mennyi idő volt, másfél-két év, nem tudom pontosan, de kb. És nyilván aztán utána beszélgettünk, és nagyon mély beszélgetések következtek ezután, de az érzés az olyan, mint hogyha tegnap hagytuk volna abba. Nagyon furcsa, hiszen nagyon sok időt töltöttünk együtt. Tehát ez tényleg olyan, mint egy házasság, ráadásul szerintem több időt töltöttünk egymással, mint a családtagjainkkal, ha kiszámolnánk. Sokkal többet. Semmilyen földön ő maga, a fekete lemúr. Fekete lemúr.
Talán fények akkor gyűjtsek elő, szomorú szíveket keres, és ha végül talál, fekete kezekkel ölelő, verő. A fekete lamú, bírú, a fekete lamú, a fekete lamú. Édesapa is vagy, két gyermeked van, és nagyon sok időt töltesz velük, mert hogy a feleséged visszament dolgozni viszonylag korán. Igen. És ez hogyan érintett téged apaként, hogy te legyél több időt a gyerekekkel, vagy hogy ilyen sok időt legyél velük? Nekem ez nem volt gond, hogy sok időt legyek a gyerekekkel, mert hogy napközben egyébként sem volt túl gyakori a próba, meg ha próbáltunk, akkor is előre tudtuk, hogy mikor próbálunk. De amikor pont megszületett egymás után a két gyerkőc, akkor valahogy úgy alakult, hogy én napközben nagyon kevésszer volt dolgom. Általában akkor esténként próbáltunk, este meg már otthon volt a feleségem. Így aztán én jártam a várost, én az összes a környék, ahol lakunk, egyébként nem messze, itt a Bartók Bélán. A környék összes kifőzdéjét, éttermét, boltját, boltosát, az ott dolgozó teljes személyzetet, mindenkit megismertem most már. Mindenkinek előre köszönök az utcán, nagyon vicces. Mikor ezt élvezed? Olyan, én nagyon élvezem, én imádok betérni valahová és dumálni. Tehát én szeretek lógni kávézókban, bárhol, ahol szívesen látnak, és általában én jó kijövök az emberekkel, a zöldségessel, Marika nénivel is imádok pletykálkodni. Volt egy kifőzde az Anyuban, ahol egyébként a Flórát ismertem meg, akkor még ott dolgozott. Általában a gyerekek ott rajzoltak, ott ültek a pulton. Volt, hogy rájuk bíztam, hogy kicsit elkezd szaladnom, babysitterkedtek nekem, úgyhogy... Akkor ez semmiképp nem volt teher számodra, mint ahogy mesélsz róla, hanem ez egy teljesen természetes dolog. Nem, bár minden elismerésem az anyukáké, tehát le a kalappal, aki nap 24 órájában gyerekekkel van, mert azért estére azért rendesen ki tudják purcantani az embert. Mennyire muzikálisak? Nagyon muzikálisak. Simán bármilyen dallamot, amit hallanak a rádióban, vagy a zenegépről visszaénekelnek. Volt olyan, hogy szólamot énekelt egy dalra a Marci. Van a Blaha Louisiana-nak egy száma, ami úgy kezdődik, hogy eléneklik a majdnem a teljes refrént, és a végén hiányzik az a mondat, ami később mindig, hogy ott van a nap, a felhők fölött, vagy mögött ott van a nap. És ugye az elején ez nincs, és lement az első refrén, és a kisebbik fiam befejezte a nap. És puff, és elkezdődött oda, és ezt imádom. A Barbie-nak még mindig nem tudtam mondani, de majd úgyis találkozom vele a stúdióban. Na, vagy megnézi. Szóval nagyon muzikálisak. Nagyon muzikálisak. Dobol a nagyobbik elég ügyesen, zongorázgatni próbál most már. Énekelni az 5 éves gyerek is tökéletes tisztasággal énekel. Úgyhogy valami átment beléjük, azt, hogy ezzel mit kezdenek, azt mondom. Nem erőlteted. Én semmit nem akarok erőltetni. Csinálják azt, amihez kedvük van, de azt csinálják jól. Ma felviszlek az égbe, bérelt helyünk lesz ma végre. Álmodni így a jó, papír kell és űrhajó, no, no. Zero gravitáció, cukker kis bolygó lesz a kézbe. Nézzünk az ufók sok szemébe. Jól áll az új ruhád, csillag dizájn jól bevált, jó. Óta szóló pályára is léptél, ezt annó miért érezted úgy, hogy egy kicsit más utat is szeretnél járni, mint a Quimby? Ez abból is fakad, hogy nem feltétlen volt mindig azonos a zenei világod a többiekével? Pontosan ebből fakad. Nekem volt akkor már egy csomó olyan zenei ötletem, ami egyszer nem fér be a Quimbybe, valahogy másfelé mentünk, de ez se baj, csak hogy másféle zenei világot képviseltek, és akkor kitaláltam 2000-ben, hogy akkor ezeket elkezdem gyűjtögetni. És ennek eredményeképpen jelent meg pont 20 évvel ezelőtt, 2002-ben a Szilárd halmazállapot,
És aztán onnantól kezdve én folyamatosan dolgoztam, mert ott így kedvet kaptam. Egyébként nagyon vicces, mert azon a lemezen majdnem a teljes zenekar játszik. Így itt ott, mert persze nem velük vettem fel a teljes lemez, de hogy ott minden tag játszik egy-egy dalban. Mit ad neked zeneileg, vagy akár lelkileg? Tehát hogyan tölt téged ez a teljesen másik projekt? Ez most engem nagyon feltölt. Most a munkák vége felé tartunk már, tavaly nyáron kezdtük el felvenni az albumot. Én ezt imádom. Tehát én nagyon szeretek stúdióban dolgozni. Nagyon szeretem azt, amikor mások hoznak kreatív energiákat, és amikor egy dal formálódik. Imádtam most például azt, hogy én most először kértem meg írókat, költőket dalszövegírásra, mert hogy az első szöveg az így kigurult belőlem, és az összes többinél meg elkezdtem gondolkodni, és valahogy nem jönnek az ötletek, a szavak. És mivel egy kísérletezőkedvű vagyok, hirtelen eszembe jutott az, hogy mi van, ha megkérdezek költőket, hogy ők mit csinálnának ezzel a dallal. És a lényeg az, hogy nagyon, már csak ezért is nagyon érdekes volt, hogy átküldött mondjuk a Laci János átküldött egy szöveget, én még életemben nem könnyeztem meg saját szöveget, nyilván. De hogy átküldött egy szöveget, elkezdtem rá földudolni otthon, mert mindig otthon próbálunk, hogy működik el. És volt egy verszak, ami le kellett, hogy álljak, mert elkezdtem könnyezni, mert olyan, annyira ráérzett a dalnak a hangulatára a szöveggel, hogy a kettő együtt bennem viszont egy ilyen nagyon nagy érzelmi hullámvasutat indított el, ami tök jó szerintem, és ez is nagyon nagy élmény volt. De hát ez is nagyon nagy élmény, amikor főjön a Dorina, a Flóra, vagy a Barbie énekelni, és így hozzátesznek egy olyan énekdallamot, ami jaj, kiráz a hideg, tudod. Tiszta, és bezár a varázs, nézem, és sejtem, mi ez a lágy. Tavaszi látomás, vásznomra fröccsen az egész, ecsetem. Csak is a tegnapért. Hol sugárra nyíló menedék? Tegnap tévedéseiből sosem elég. Máskor után tagadom, de csendben remeg a száj, reped a porcelán. Hol sugárra nyíló menedék? A tegnap tévedéseiből sosem elég. Tervezős típus vagy, akkor most hogyan néz ki következő, mondjuk úgy, hogy fél éved? Hát én szeretném ezt színpadon is megmutatni a tisztelt nagy érdeműnek. Úgy tűnik, hogy lesz is rá lehetőség. Pontos dátumokat még nem tudok mondani, de az a terv. Nyilván áprilisban szeretném ezt megjelentetni, ezt az albumot, aminek az lesz a cím, hogy na ez az. Ez is egy vicces sztoria, hogy ez kialakult, mert én nem találtam rá nem szöveget, hanem címet. Mert hogy én készítek közben egy olyan kis mini dokumentum filmszerű filmet, még én sem tudom, mi lesz a vége, ami végigkövette ezt az album alkotását, létrejöttét. Minden közreműködő megszólal benne, jött Jim barátom forgatni a stúdióba sokat, és pont a Szabó T. Annával készült interjú végén beszélgettünk, és kérdezte, hogy mi lesz a lemez címe? És mondtam, hogy nem tudom, mert valami olyan cím kéne visszaadja ezt a hangulatot, amire így azt mondod, hogy na ez az. És így rám néz, figyelj, megvan a cím. Mondom, mi? Na ez az? Aha, tényleg. És ezért lett ez a címe. Köszönöm szépen, Szilárd, hogy itt voltál és meséltél magadról. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.